Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió Székely magazinját látják, Jelics Fanni vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. 35. bukovinai találkozások nemzetközi Florkor Fesztivál. A székelyek ünnepe Bonyhádon. Székely konyha sátor, tradicionális ízek. Örökség sátor, székely ruhák, babák, könyvek. 35. alkalommal is megrendezték a bukovinai találkozások nemzetközi Florkor Fesztivált. Bonyhádra augusztus 2. és 4. között számos anyaországi és határon túli székely csoport látogatott, hogy közösen ünnepeljék meg hagyományaikat, származásukat. Augusztus 2-án pénteken kezdődött az idei bukovinai találkozások nemzetközi folklor fesztivál Bonyhádon, amelyet most tartottak meg 35. alkalommal. Kedves barátaim, határon innen és túl, azt se tudom, hogy magam hova sorolja, hisz mi a határon túliak, mondhatni idézőjelesen ilyen két éltőek vagyunk, hogy mindig otthon vagyunk. Ez a különleges bennünk. Fogalmazott köszöntő beszédében Szentes Csaba, az erdélyi Madéfalva polgármestere. Elmondta, a mai háborúkkal teli világban még nagyobb jelentősége van egy olyan eseménynek, mint a bonyhádi, hiszen ez az összetartozást erősíti. 35 éve, hogy folyamatosan összegyűlünk, és nem lankad ez a tenni akarás. Erőt kell adjon azoknak, akik közben történelem folyamán szétszórodtunk az ország különböző részeire. Mindannyiunknak otthon kell jelentsen az is, ahol lakunk, hisz az ország határokat nem mi húzzuk. Én 10 évvel ezelőtt álltam először ilyen szerepben, egy ilyen színpadon, szintén egy bukovinai fesztivál megnyitón, és én akkor úgy fogalmaztam, hogy nagyon fontos a hagyomány, fontos a zene, a tánc, az ének, a kultúra, annak a megőrzése, a továbbadása, de én akkor úgy gondoltam, hogy bízom benne, hogy sokkal fontosabb lesz egy idő után, vagy legalább olyan fontos lesz az is, hogy minél több emberi kapcsolat legyen ezeken a találkozásokon, hogy szőlje át a hagyomány megőrzését, a kultúra ápolását, az élő emberi kapcsolat. Eltelt 10 év, és én nyugodtan mondhatom, hogy itt szinte mindenki, aki itt van ma ezen a téren, és fellép majd ezen a színpadon, akár a ma délután, akár a holnap este folyamán, vagy vasárnap a szomszédoláskor, elmondhatja a másikról, hogy tudja ki ő, honnan jött. Augusztus 3-án szombaton délután következett az idén is rendkívül látványosra sikerült utcai felvonulás. A fesztiválon résztvevő különböző székely csoportok a Perccel utcától a kaszinókertig meneteltek. A székely csoportok bemutatták énekeiket, táncaikat. Hey! 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 H
köszönjük a városnak. Nagyon jól érezzük magunkat, a tegnap este is itt voltunk, ma is, és nagyon örülünk neki, hogy ilyen rendezvényeket tartnak nekünk, tartják bennünk az erőt. Az unokám itt táncol, és nagyon szép, csodálatos, szép dolog ez Bonyhádon. Fantasztikus volt, és nagyon megérte nekem Pécsről eljönni, és ezt végignézni. Gratulálok a szervezőknek, és legfőképpen a résztvevőknek. Én tulajdonképpen felvidéki vagyok, de nagyon szeretem a zenét, nagyon szeretem a táncot, és eljárok mindenféle rendezvényre, ugyanúgy legyen Székely, Sváb, felvidéki jellegű rendezvény. Nagyon jó ez a műsor. Ápolni kell a hagyományokat, úgy gondolom, tisztelni, ápolni, figyelemmel kell kísérni, az ifjúságot meg kell tanítani erre. A csoportok aztán megérkeztek a kaszinókertbe, itt tartották a fesztivál műsort. Jubileum, nem csak a fesztivál 35 éves jubileuma, hanem a Bukovén Székelyek Országos Szövetségének megalakulásán is 35. évfordulója, ami számunkra azt jelenti, hogy még nagyobb ünnep, mint bármelyik másik. A kerek évfordulót tekintjük a 35-öt is. Nagyon szerettünk volna nagyon ünnepélyessé tenni, nagyon színvonalassá, és mindent megtettünk azért, hogy az összes tagszervezetünk itt legyen, az összes egyesületünk föllépjen, hogy részese legyenek a fesztiválnak, és szerettük volna elérni, hogy a bonyhádi lakosság, akik a Bukovén Székelyek iránt elkötelezettek, minél nagyobb számba jönnek el, és ha most látja is, annyira nagy az érdeklődés, annyira sok néző, annyira sok érdeklődő van itt, annyira sok fellépő, mai napon 23 egyesület lép föl, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy nemzetközi szintű fesztiválnak számít. László Eszter nemrég vette át a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének vezető pozícióját, az ő elnöksége alatt így az idei volt az első Folktor Fesztivál. Nagy kihívás, ugyan a főszervezői nem vagyunk, hanem a Magyarság Házával közösen szervezzük, de mégis azt gondolom, hogy egy nagyon nagy kihívás, egy mérce, egy mértékadó program, amiért nem keserednek el, és úgy gondolom, hogy megoldható volt ez a fesztivál, hogy nagyon sok ember segített. Minden tagszervezetből jöttek, segítettek, az első hívószóra jöttek a tagjaink, a csoportjaink, a szimpatizásaink, és mindenben segítették. Körülbelül 60 ember vesz részt a szervezésben. Mindenki pontosan, megbízhatóan a feladatát ellátja, és nagyon-nagyon segítenek abban, hogy minden flottul menjen, hiba nélkül, és itt kell elmondanom, hogy köszönetet mondok minden egyes segítőnek, szervezőnek, mert nélkülük ez a program nem jöhetett volna létre. Hát a felvonulás az azért fontos, mert gyakorlatilag az a hívogató, ez a csalogató. Ezzel érjük el, hogy aki szeretne jönni a fesztiválra,
az érez, hogy igenis jó helyre jön, aki pedig nem akart eljönni, csak az utcán sétál, úgy, ő is úgy érez, hogy hú, gyorsan becsukom a kutyát, megfőzöm az ebédet, megeszem gyorsan a vacsorámat, és rohanok a helyszínemet, ebből a programból nem akarok kimaradni. Tehát maga az utcai felvonulás, az egy hívogató, és én szerintem a mai napon ezt a hatást elérte, és a lakosság nagyon-nagyon szép számban megjelent. A fesztiválon részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Első alkalommal egyébként itt Bonyhádon 97-ben került erre sor, és utána 99-ben, és 2000-től pedig minden évben mellé állunk ennek a fesztivál folyamnak. Több országban kerül megrendezésre, Lengyelországban, Magyarországon, a romániai, illetve romániai Bukovinába. Ukrajnában sajnos most már a háború miatt évek óta nem tudjuk megvalósítani, de reméljük azt, hogy amikor visszaáll a békés rend, akkor a fesztivál ott is Csernovicban, vagy ahogy ukránul van, Csernyivcöben tud folytatódni. Lehet látni azt, hogy a székely csoportok mellett itt vannak a lengyelek, itt vannak a románok, akik szintén megőriztik a népi kultúrájukat. Ez a valaha Bukovinában és a most Bukovinában élő népeknek a közös fesztiválja. Reméljük, hogy a népek közötti barátságot ez erősíti. Lőrinc Etelt már az első fesztivál is csodálatos érzésekkel töltött el. Ez most immár 35. alkalommal sem volt másképp. Emlékszem arra a hatalmas lelkesedésre, amikor fölmentek a színpadra az idegen nyelven beszélő együttesek, és mindenki Bukovinát emlegette, és Bukovinátról énekelt, és egy csodálatos érzés volt, hogy ezt hallotta a nagyszülőktől, meg a szülőktől, hogy életben is láthatom azokat a népeket, akikkel ott együtt éltek, ez egy fantasztikus érzés volt. Pont ezért nem hagynék ki egyetlen egy bukovinai találkozásokat sem, így ezt a jubileumot sem, a 35-et. És amikor fölkértek arra, hogy én legyek az, aki megszövi az ajándéktarisznyákat, amit itt fognak átadni, akkor különösen boldog voltam. És a gyermekrajz kiállításhoz is ugyanígy nagyon nagy öröm, hogy én lehetek az egyik gazdája. Úgyhogy nekem mindez nagyon fontos elnökségi tagként is, és bukovinai székelyként is, Isten segítsén felmenőkkel. A fesztivál műsoron egymást követték a fellépő csoportok. Az erdélyi Csernakeresztúri együttes mindig nagy örömmel látogat Magyarországra. Mi 30 éves öregséggel rendelkezünk, ugye a szövetség 35 éves, és 34 fesztiválon részt vettünk. Ugye különböző generációk, mert akik most táncolnak, gyerekek a színpadon, azok az alapító tagoknak a gyerekei, vagy sőt még unokájai is. Hát őseink bukovinai székelyek, Andrásfalva és Hadikfalváról települtek Déva és Csernakeresztúrra, és hát nekünk a bukovinai székely táncok az első, a fontosabb, de utána minden táncot szeretnek a gyerekek, a délerdét is szívesen táncolják, maros menti táncokat táncolnak. Hát minden, ami szép, nagyon szeretik a gyerekek, ez a fiatal generáció is. Ez egy tényleg egy olyan felemelő és olyan lélekmelegítő, mikor annyi ismerőssel találkozik az ember, és olyan valahogy boldogság fogja el az embernek a lelkét, hogy 30 év, ugye 30 év nem kevés, és 34 év óta mondjuk én és előttem való generációk is mind jöttek. Nagyon lélekmelegítő, úgy ahogy mondtam. Szeretünk ide jönni nagyon. Augusztus 4-én vasárnap a szomszédolásé volt a főszerep. A székely csoportok 8 különböző helyszínre, többek között Kétre is ellátogattak. 2002-től vagyok én a polgármester, és szerintem azóta nálunk a Covid kivételével minden évben volt, ha jól emlékszem rá, fellépése a külföldi csapatoknak. Általában a külföldi csapatok közül egy vagy kettő fellépő csoportot kapunk. Mindig úgy válogatják nekünk össze, illetve mi is azt szeretjük, hogyha az énekesek mellett táncosok is vannak, hiszen erre igazából a legjobb koreográfiát és programot lehet rászervezni.
A székely konyhasátor kiváló ízekkel, tradicionális ételekkel várta a bukovinai találkozások nemzetközi Florkor Fesztivál vendégeit. A széles kínálat nagy érdeklődéssel párosult. Mi sem illik jobban egy tradicionális, kulturális rendezvényhez, mint a hagyományos, autentikus ételek. A Bonyhádi 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklor fesztiválon garantáltan nem maradt TS az, aki kipróbálta a székely konyha sátorban készült ételeket. Mi már évekkel ezelőtt egy összeverbúválódó csapat vagyunk, akik szeretetben főzzük mindig a székely konyhát. Előtte nagyon megtervezzük, hogy mit tudunk úgy kivitelezni, hogy itt a szabadtérben egy látványkonyhát tudjunk létrehozni. A székely konyhának különben az a sajátossága is, hogy egyszerű alapanyagokból, különböző technológiákkal, különböző színes ételeket készítettek. Ennek az évnek az is egy nagyon-nagyon jó, hasznos dolga, hogy most jöttek Erdélyből is, akik itt a helyszínen főztek. Csináltak kokolyzalekvárt, áfonyalekvárt, csináltak egy csorbalevest a nagyajtai barátaink, és ezáltal egy olyan szeretetben, egy olyan színes forgatag jött itt létre, hogy én azt gondolom, hogy aki ide csak a sátorba benézett, már jó kedvre derült, és nagyon szívesen kóstolták az étkeinket. Igen, azért mi a Kisdorogért Egyesület pár tagja fogta össze úgy, hogy már évekkel ezelőtt Bonyhád, Majos, Cikó, Kakasd és a környező falvakban is jönnek egyesületekből. Nyilván, hogy olyanok tudnak itt bennekünk segíteni, akik nem lépnek föl, nem táncolnak, és ezáltal mi ezzel a gasztronómiával tudjuk hozzátenni, így őrizzük a hagyományainkat. A szervező szerint a magyarországi és a székely konyha között nincsenek nagy eltérések. Európában élünk, éltek már ott is, tehát a kukorica, a burgonya, a hagyma, a szalonna, tehenük volt a tejtermék, ami szerintem a székely konyhára nagyon jellemző, és azáltal tud annyira színes lenni, hogy ott különböző technológiákkal szinte ugyanazt az ételt készítik el. Vagy érdekes például, hogy ugyanúgy van nekünk a fehér máli, amit krumpliből készítenek, ugyanazzal a technológiával, mint az alaiak a dödöllét, de mi nem sütjük át, köretnek esszük, és főételként hagymával, szalonnával, és azt is most elkészítettük, és látható. A madéfalvi vendégek is részt vettek a sütésben, főzésben. Hát mi egy hagymatermesztő település vagyunk, tehát egy úgynevezett hagymatokánnal jöttünk, ami alapjában egy hagyma, egy megkészült kolbász, a rókagomba, ami a Hargitán szedett vadon termő rókagomba, és erre egy tojást tettünk rá, majd mellé egy klasszikus puliszkát, bukovinaiaként, egy máléként ismert puliszkát, tehát kukorica darából készült málét készítettünk, egy kis áfonya, nálunk ugye a kokolyza öntettel, ezzel készültünk már, tehát valójában az összes alapanyag az Székelyföldről származik. Teljesen elfogyott, tehát mi valójában itt a szervezők is mondtak, hogy mintha felelőtlenül vednénk ezt az egészet, ha nem vagyunk itt idejében, mi tudtuk, hogy ennek egy óra megkészülése a hagymának, és ahogy megkészült, úgy szétszették, úgy elvitték, hogy már nincsen belőle. Tehát azt jelenti, hogy érdekes volt a közösség számára. Tehát fontos az, hogy egy ilyen rendezvényben, ahol különböző népek, népcsoportok, különböző tájak találkoznak, hogy a táncon, a zenén kívül bemutatjuk azt, hogy ki, ahol él, mivel táplálkozik a hétköznapi életben, vagy a vasárnapi ebéd, miből áll. Hát mi ebből hoztunk egy kis ízesítőt ide, vagy Bonyhádra. Minden olyan alapanyag volt, amit mi megtermelünk, vagy a mi környékünkön vadon beszerezhető. Ezzel készültünk. A Bonyhádi Bukovinai Fesztiválon a szervezők örökségsátort is kialakítottak. A kilátogatók székely ruhákat, babákat és könyveket is megtekinthettek. Ezekkel a tradicionális székely ruhákba öltöztetett, teveli babákkal is találkozhattak azok, akik betértek az örökség sátorba a 35. bukovinai találkozások nemzetközi folklor fesztiválon Bonyhádon. Ezek a babák a teveli székelykő tulajdonában vannak, 2015-től gyűjtjük ezeket a babákat, jelenleg 52 székely népviseletes babánk van a székelyházban, per pillanat 22 babát hoztunk el. Ezek a babáknak a viseletük van téli, nyári viselet, hétköznapi, ünneplős viselet.
tehát amilyen a mindennapi életben volt. Többségében nagyanyáink, anyáink varták a 70-es években, ezeket összegyűjtöttük, felújítottuk és kiállítottuk a Teveli Székelyházba, és nagyon sokat készítettünk még melléjük, többségében férfiakat, de például van menyasszonyunk, vőlegényünk, öregasszonyunk, tehát korosztály szerinti megoszlás is van benne, tehát nem csak a téli-nyári viseletek alapján. És magáról a Teveli? A Teveli Székelykör 1989-ben alakult, 35 éve, szintén mind a Bukovinai Szövetség áprilisban, és azóta is aktívan működik, van egy karéneke, Nagy Gabriella vezeti, az elnökünk Erős Pál, és mindenféle nemzetközi fesztiválokon részt veszünk, aktívan szerepelünk, gyűjtjük a dolgainkat, az őseink hagyatékát, és a Teveli Székelykör a baba gyűjteményen kívül elsősorban, hogy a fiatal korosztály megismerje a népviseletünket, hogy mennyi, milyen réteges, mennyire összetett az egész viseletünk, ezért is szerettük volna, és a honosítási okiratainkat is, hogy megismerjék a fiatalok. És a másik nagyon fontos szerintem ezen a Bukovinai Fesztiválon, hogy találkozunk a régi ismerőseinkkel, barátainkkal, egyesületekkel, külföldivel, belföldivel, és már baráti kapcsolat van köztük, és nekünk ez nagyon sokat számít, hogy újra találkozhatunk a barátainkkal. Ugyanebben a sátorban Rudolf László családfakutató bukovinai székely könyveket kínált az érdeklődőknek. Mindenki tőlem bukovinai székely könyveket, elsősorban családkönyveket vár, hiszen az öt faluból eddig már háromnak megjelentettem a családkönyvét, a József falláét, András falláét és Fogadj Istenét. De a két legnagyobb falu alatt utoljára, Isten segíts és Hadikfalva, szinte mindenki azt várja tőlem. Na most én azt a két könyvet még nem tudom megmutatni, mert először be kell őket fejezni, jövőre remélhetőleg kész lesz az Isten segítsi, és utána rá egy évre a Hadikfalvi. És én idén úgy gondoltam, hogy sok olyan könyvem van, mint a kutató utakon elsősorban a régi Jugoszláviában, mostani Szerbiában, vagy Romániában, Erdélyben, amikor a bukovinai székelyek nyomait ott kutattam, kaptam, vettem nagyon sok könyvet, sőt Kárpátaljáról is hoztam. Most jussanak el azok a könyvek, akik még olvasnak. Én most már elsősorban itt már pár nap múlva betöltöm a 69. évemet, most ezzel a két legnagyobb faluval szeretnék csak foglalkozni, befejezni, és akkor egész bukovinai feldolgozás megvan. Tehát én most már úgysem érnék rá ezekkel a könyvekkel foglalkozni. És elhoztam is szépen, így aztán el is fogynak. Ami nem fogy el, azt meg valószínűleg a Hőgyészi Székelykörnek adom, mint legutóbb a székely találkozón, hiszen ők is gyűjtik egy egész nagy szekrényi könyvük van, és nekik fogom majd valószínűleg ajándékozni szintén. A sátornál viseletvarrók is bemutatták különböző székely öltözékeiket. Ezek, amik ott vannak ingek, mindegyiket én vartam. A Kakaszdon indult egy szakkör, a szedett ingvarró szakkör. Oda jelentkeztem, ott tanítottak meg az ingnek a hímzésére. A Sebestyéni Bolya vezényelt és a Kis Erzsébet és a Jakab Justina. Azt tudni kell, én nem vagyok székely. A férjem viszont az, és úgy gondoltam, hogy megtanulom, hogy legalább a családnak el tudjam készíteni a viseletét, és tovább tudják vinni ezt az örökséget. Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!